lejátszotta első hazai edzőmérkőzését a Paksi FC élvonalbeli labdarúgó csapata. Nagy érdeklődés kísérte, sokan kilátogattak a PFC Fehérvári úti stadionjába, ahol a PMFC gárdáját fogadta Tomislav Szivics együttese. A paksiak 2-0-ás győzelmet arattak Hán János és Böde Dániel találatával. Mink nagyon kemény munkában vagyunk, és ez második etap volt, ezen a héten elve végeztünk. Persze, hogy elegedett vagyok azért, mert úgy alakult, hogy egy játékos kevesebben játszottunk. Fáradtság is látszok, ami be volt kalkulálva, de látom sok pozitív dolgok. Harmadik meccs, ahol nem kaptunk gólt. Fegyelmezett játszottunk, akarat volt. Van a koncepció, ami már lehet látni. Persze meg kell várni, hogy harmadik és negyedik etap végzünk, akkor már többet fogunk látni ebből, de jelen pillanatban elegedett vagyok mind a 22 játékos, aki pályán volt. Hát most első szabad nap kapnak a játékosok, hogy pihenjenek ezt a munkát, és akkor hétfőn újraindulunk, kettő edzés, szerda délelőtt egy edzés, és utána indulunk a edzőtáborba. Vajon változtatás lesz-e a keretben? Erre is rákérdeztünk az illetékeseknél. Egyelőre úgy gondolom, hogy a keretet szűkítjük, és utána majd meglátjuk, hogy van-e még hiányposzt, és akkor oda megpróbálunk behozni játékost, ha kell, persze. Még óvatosan mindennel, ugye az első két héten vagyunk túl, nagyon fáradt a brigád, nagyon sokat dolgoztak, tényleg kemény munka folyt. A kinti meccsek majd meg fogják hozni, meg fogják mutatni, hogy milyen állapotban vagyunk. Külön figyelem kíséri Böde Dánielt, aki a szurkolók egyik kedvence. A madocsai Messi visszaérkezését a paksiak örömmel fogadták. A Pécs ellen még gólt is rugott hazai pályán. Ez elég hamar fölbúrt a kiállítás miatt, úgyhogy inkább átmentünk egy futóedzésbe, amiből volt a héten elég. De hát ez van, ilyen az élet, úgy gondolom megoldotta a csapat a feladatot. Hát mi nagyon az elején járunk, 12 napja dolgozunk, 13 napja. Hát azt mondom, egyelőre fáradtak a lábak. Van időnk még összecsiszolódni. Hát úgy gondolom, hogy Szlovénia mindenféleképpen jót tesz majd a csapatnak, játszunk ugye 4 edzőmeccset, többet tudunk videózni, elemezni, kijavítani hibákat, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy hasznos lesz az a 10 nap. Szlovéniában, Maribor városában edzőtáboroznak 10 napon keresztül a paksi labdarúgók. A bajnokság augusztus első hétvégéjén veszi kezdetét. Az első fordulóban a PFC Kisvárdán lép pályára. A stadion építéssel kapcsolatosan Haraszti Zsolt ügyvezető annyit nyilatkozott. Decemberre ígérték, de ő úgy gondolja, tavaszra készen lesz.